szerintetek gazdasági és politikai értelemben jó vagy rossz irányba megy Európa? Fontos figyelmeztető jel, hogy a makroszintű percepció az Európa jövőjével kapcsolatban negatív. A no-go zónák létezését politikai síkon az elmúlt hetek, hónapok fejleményei után nem lehet tagadni. Ha ezeket végigvesszük, ezeket a civilizációs relativizmust, a kereszténységhez való viszonyt, vagy azt, hogy ez a gazdaság mennyire sebezhető Németországon keresztül, akkor ez annyira jól nem állunk. Európa ezt el kell fogadnunk, nem az Egyesült Államok. Ez nem egy olvasztó tégely. Európa mindig is, tehát több ezer éve identitásoknak a méhe. A jelenlegi vitáknak a színvonala Európa jövőjével kapcsolatban egyáltalán nem oda mutatnak, hogy itt geopolitikai érdekekről, meg Európa jövőbeni helyzetéről beszélünk, hanem tyúkpereket folytatunk gyakorlatilag, és szerintem ez nem vet jó fényt a jövőbeni kilátásainkra. Olyan változások előtt állunk, amelyek alapvetően határozzák majd meg az elkövetkezendő 50, de lehet, hogy még több évét Európának. A fő kérdés az az, hogy az, amit Európai Uniónak fognak hívni, az valóban európai lesz, vagy egyébként csak ez valami fajta hagyomány lesz, hogy ezt Európai Uniónak hívjuk, és a nevén kívül semmi nem fog arra utalni, hogy ez valóban európai.